A Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából a Tiszafüredi Járásbíróság nyílt napra hívta a város és a környék iskoláinak tanulóit. Október 16-án a Református Iskola tornacsarnokában délelőtt és délután több oktatási intézmény tanulói ismerkedtek a bíróság szervezetével és az internet veszélyeivel. Először dr. Szalai Katalin, a Tiszafüredi Járásbíróság elnöke ismertette jelenlévőkkel a napprogramját. Ezt követően egy rövid bevezetőben tájékoztatást adott az igazságszolgáltatás feladatairól, a jogrendszer és a bíróságok hierarchiájáról. Ezt követően dr. Szakács Hajnalka polgári bíró avatta be fiatalokat a polgári jog területébe. Elmondta, hogy kevésbé ismert területe az igazságszolgáltatásnak a polgári jogi ítélkezés. Ennek alapja a 2013-as évi 5. törvény a polgári törvénykönyvről. A bírónő elmagyarázta, kik vesznek részt egy-egy tárgyaláson, mikor kell ügyvédet felkérni a képviseletre, kik képviselik a fiatalkorúakat. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy 18 év után már minden jog megilleti őket, de ez felelősséggel is jár. Dr. Hatvani Emese büntető bíró arról beszélt, hogy a 14 év alatti személyek nem büntethetők, kivéve a súlyosabb bűncselekmények, gyilkosság, rablás elkövetőit. 14 év alattiakat nem a tárgyalóteremben hallgatják ki, hanem egy gyermekek részére kialakított szobában. Elmondta, hogy a büntető ügyek tárgyalásán kik és milyen minőségben vannak jelen, milyen szakaszai vannak a büntető eljárásnak. Dr. Kálai Pál Mercedes, aki szintén a Tiszafüredi Járásbíróság bírája, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről adott tájékoztatást. A leggyakoribb eseteket emelte ki, a szórakozás és alkoholfogyasztás következtében kialakult verekedések, garázdaságok, ittas autóvezetés, balesetek okozásának, segítségnyújtás elmulasztásának következményeit. Minősítette is ezeket a fiatalkorúak által elkövetett eseteket. Egy rövid szünet után dr. Baracsi Katalinnak, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szakértőinek előadására került sor. Nem csak a diákok, de a jelenlévő felnőttek számára is tudott újat mondani a jogász. A tájékoztató egy internet biztonsági totóra épült, melyet a jelenlévők kitölthettek, majd a helyes válaszok ismertetésével egy időben sok hasznos információ és tanács hangzott el. A magyar gyerekek 53%-ának nyilvános a profilja a közösségi oldalakon. A 13-17 év közöttiek 7%-a nem használ közösségi oldalt. A fiatalok 18%-a adja meg telefonszámát, címét, pedig az adathalászok keresik és kihasználják a védtelen fiatalokat. A jó tanácsok között elhangzott, hogy a jelszót érdemes havonta változtatni, az ne legyen könnyen megjegyezhető. Ne tegyenek fel tizenévesek fényképet magukról, mert nem biztos, hogy azt 5-10 év múlva is ott szeretnék látni. Az előadó elmesélte a diákoknak, milyen veszélyeknek vannak kitéve az interneten, hogy lehet áldozattá válni. Hasznos tanács volt az is, hogy ma már nem lehet letölteni filmeket a világhálóról, mert azokat szerzői jogok védik. Felhívta a figyelmet a jogásznő arra, hogy a filmekkel együtt vírusok, kémprogramok is letöltődnek. Az előadások után a bíróság dolgozói egy hasznos információkat tartalmazó könyvjelzővel ajándékozták meg a hallgatóságot.